Sziasztok! No, nézzünk bele a kártyába, mit üzennek nektek. És megnézzük ezt a te lélektársadat. Holnap lesz már a nap és az éjjel, hogy mondjak, Tag und Nacht gleiche, ez az őszi napforduló. Úgy mondjak, hogy őszi napforduló? Írjátok be szívesen a kommentbe. Az lesz holnap, és megnézzük, hogy mit is üzennek neked ezek a kártyák, és most kirakjuk őket, jó? Koncentráljatok, és most küldjétek el nekem gondolatban azt, amit tudni szeretnétek. Ezzel a ti szerelmetekkel elhoztam nektek ezeket a szép Lenormand kártyákat, de nem is tudom, hogy hívják őket. Szóval, ő megoldást keres, a szíferceg a szerelemre megoldást keres. Vágyik te rád a drágád, és én úgy látom, hogy hó már régen is szomorú is. Szeretne egy olyan megoldást találni, hogy ez jó legyen. Hű hozzád ez az ember, és én azt látom valójában, hogy hát ő szeretne veled ünnepelni, de mérgelődik még itt valami, nagyon mély érzések fűzik őt te hozzád. Szeretne megérkezni itt a horgony, hogy meggyógyuljon minden. Én úgy látom, hogy itt vannak ilyen mély, írtó mély érzések, és én úgy látom, hogy ez karmikus ez az egész közöttetek. És te vagy neki ez a nagyon nagy kihívás evel a kígyóval, és én azt látom itt valójában, hogy nyilvánosan szeretne, hogy valami létrejöjjön. Itt a csillag azt mutatja, hogy minden pozitív, és szerintem erőt kell, hogy vegyen magán. És én úgy látom, itt van valami vonzó energia közöttetek, át kell, hogy lépje ezt a nagy nehézségeket. Itt van valami titok ebben a, hát ebben a eldugva, de szerintem ez jó lesz, pozitív, mert itt a romantika és a gyűrű, ez csak pozitívat mutat, hogy ebből lesz egy komoly kapcsolat, és most megnézzük, ha kirakjuk a kártyát, hogy mit is kell, hogy tudjatok. Hát ezek tényleg olyan jó kis kártyák, hogy megmondják neked, hogy mit kell, hogy tudjál. No, nézzük csak. Remélem tetszik ez nektek, és akkor írjátok be a kommentba, hogy hogy álltok te ehhez az egészhez, jó? Hát majd megmondjátok nekem, jó? Megmondjátok nekem, hogy hogy álltok ehhez az egészhez. Hát most is valójában 4x8-at rakok ki. Na, hát ez azt jelenti itten, ami kijött, hogy a romantika, kihívás, és ez egy karmikus dolog. Ezt ide letesszük, ide egész le, és akkor látni fogod, hogy mit is kell, hogy tudjatok. Szóval, no kezdjük. Hát én azt látom, itt van a nyilvánosság, hogy ebből nyilvánosan szeretne valamit felépíteni, és én úgy látom, hogy gyorsan, és be is indul valami hozzád, és transformál, mert egy utat fog választani, hogy ami be fog teljesülni, és itt van tényleg a szívherceg, hogy ez be is fog szerintem közöttetek jönni. Hát mit látok én itt valójában? Valójában azt látom az egészben, hogy itt a szerencse, és én azt látom tényleg, hogy valami létre kell, hogy jöjjön. Én úgy látom, hogy valami létre kell, hogy jöjjön, és ez idegessé teszi őt kicsit, vagy téged is lehet egy kicsit. Ez az új kezdet, meg ez a beindulás. Hát én úgy látom itten,
hogy a hold az mindig a félelmet mutatja, hogy fél neked írni, hogy az, hogyha megérkezik ez a levél, hogy reagálsz te rá. És ez az, ami őt bánja. Szeretné ő eztet, meg megtenni ő eztet, meg írna is ő neked, de attól fél, hogy reagálsz. Valójában. Ő szeretne egy megoldás erre a szív dolgokra találni, ha bár mérgelődik még valamint, de lehet, hogy arra is gondolt, hogy hát szeretne valahogy veled közeledni, de szóval itt a gát, itt vannak az egerek, hogy ez gátolja, valójában hű ő te hozzád, és én úgy gondolom, hogy még nem adta fel a reményt teljesen, de szeretne mély ilyen lelki dolgokat, ami beteljesül, és én úgy látom valójában, hogy itt van, hogy meg kellnek bizonyos dolgok, hogy gyógyuljanak. Vágyik te rád, vágyik, nagyon mély érzései vannak. De fél a csalódástól, szóval ezt tudjuk, hogy fél a csalódástól, mert ő akkora vágyat visz ebbe bele, és ez gátolja tényleg, mert ő nem mondta ezt még ki, szeretne egy komoly kapcsolatot, ami úgy létrejönne közöttetek, de ehhez olyan erős kell, hogy legyen, hogy létre is tudjon ez az egész jönni. Hát ő nála úgy látom, hogy az, hogy ő megírja pontosan mélybe, hogy mit érez a lelkébe, itt ez még gáttal van összekötve. Hát mit látok én még itt valójában? Hát valójában én azt látom tényleg a hűséget, hogy ezen a hűségen, ez, hogy felemelkedjen a hűségen, múlik nálad is. Nálad is itt a gát, és nézd csak, ez köt össze. Ez a gát, ez a nehézség köz össze benneteket. Lehet, hogy van egy óriási távolság közöttetek. Hogy itt kellene, hogy felismerjétek, hogy tudjátok ezt a távolságot transformálni. Hát nagyon szívesen segítek én nektek ez a rituáléval, ha holnap jegyezzétek meg, és akkor jelentkeztek, ha részt szeretnétek lenni, mert energetikailag is nagyon hat. Ő azt gondolja, hogy ez rizikó teljes, hogy ő közeledjen most hozzád, de szeretné ezt manifestálni, hogy az álmai valóra váljanak, mert te rólad álmad, és most azt mondja, hogy még várni kell, nem akarja elsietni, hogy ezek a dolgok maguktól működjenek. Szerintem ő ezt így gondolja. Hát remélem tetszett, írjátok be a kommentba. Köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk. Sziasztok!